Sziasztok! Köszöntelek benneteket szeretettel a Sofi főzős vlogján. Ma egy tárkonyecetet fogok készíteni. Én már te folyóvíz alatt alaposan megmostam a tárkonyt, megvártam, amíg megszáradt, és szépen leszettem a leveleit a száráról. Kicsit össze fogom vágni, és sót fogok beletenni. egy táskanyálni só fog kerülni bele. Lehetőleg üveget használjátok, amiben beleteszitek. A műanyag az nem célszerű erre a feladatra. És az ecelt, amit felhasználtok, az is íztelen legyen, 10%-os, 7%-os, de akár az 5%-os ecettel is évekig eltartható ez a tárkony. Azért kell íztelen ecetet használni, mert a tárkony ízét szeretnénk viszont érezni, és ehhez csak egy íztelen ecet tud segítségül lenni. Üvegbe teszem, ráöntöm a 10%-os ecetet, kicsit összekeverem fakanállal, és már rá is tehetjük a tetőt. Szobahőmérsékleten tartva eláll évekig, és ha szép üvegbe teszed, akkor gyakorlatilag a szoba vagy a konyha a dísze is lehet. Nagyon finom, bablevesek, főzelékek ízesítésére, és természetesen használhatjuk salátákhoz is. Így néz ki. Köszönöm, hogy itt voltatok! Ha tetszett a videó, és szeretnéd segíteni vagy támogatni a munkánkat, akkor a videó alatt a recepteknél találhatók a számlaszámok, ahol ezt megteheted. Kérlek, lájkoljátok a videókat a Youtube-on, és iratkozatok is fel, így értesültök minden újdonságról, ami a csatornán történik. Osztátok a videókat, és kövessetek a Facebookon is, és legyetek tagjai a csoportnak, aminek a neve Nagymamák békeveli retro és most divatos receptjei. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!